tavaly évben a Borház udvarán kettő pincészettel közösen rendeztük meg a nyitott pincéket, de hát nagyon nagy munka volt, nagyon nagy szervezést igénye, és úgy gondoltuk, hogy hát idei évben akkor hát itt a hotelben rendezzük meg a nyitott pincéket, mert itt van a személyzet, itt lehet étkezni, és hát mi a hotellal mindig nyitott pincéket tartunk, mert itt állandóan lehet jönni bort kóstolni. Hát ez nálunk, én úgy gondolom, hogy egy hagyományos hétvége lesz, úgyhogy nem lesz különösebb forgalom, mint hagyományos, és mert mindig hétvégeken teltházunk van, most is teltházunk van, már nincsen üres szobánk, és hát azok a vendégek akkor leszoktak jönni bort kóstolni, étkezni, akik itt a szállodában alszanak. És most is úgy van, hogy hát azok bejelentkeztek, hogy már jönnek biztosan kóstolni. Hát a Covid előtt hát nagyon bátran jöttek az emberek, bátran fogyasztottak, de viszont hát ez a betegség azért visszavetett a forgalmat. Most már hát hagyományosan mindig szüreti napokra van új irsai olivérünk. Most a rozi az nem biztos, hogy elkészül, mert azért egy hét késés vagy két hét késésben is van a szőlő az előző évjáratokhoz képest, de lehet kóstolni majd azért már új rozét is, és akkor jövünk ki új bioborral, jövünk ki gyöngyöző borral, pezsgővel, és bemutatjuk a grand borainkat is, amit eddig kóstoltak itt a vendégek, szálló vendégek, vagy rendezvényen kóstoltattuk őket, nagyon nagy sikerük voltak ezeknek a boroknak. A nyitott pincék nincs korlátozás, bárki jöhet, úgyhogy lehet jönni. Most az van, hogy hát ami mondtam, hogy itt mindig vannak foglalások, minden, ha véletlen teltház van, akkor a borházba is át tudunk menni, és ott akkor hát kóstoltatni a vendégeket.